Már rég megy. Na. Sziasztok, remélem mindenki jól van. Véget ért az első olyan hét, ahol az oktatás online folyik, és nagyon örülök, hogy sok visszajelzés érkezett szülőktől is, hogy a honlapunkat használjátok. Igyekszünk minél gyakrabban frissíteni, és igyekszünk újabb és újabb feladatokat, gyakorlatokat feltölteni. Ahogy már most láthatjátok, ugye már vannak saját gyakorlataink, tehát nem csak kigyűjtöttük azt, hogy a YouTube-ról milyen videókat tudtok nézni, és milyen gyakorlatokat tudtok végrehajtani, hanem már Boró bácsi is csinált egy-két ilyen gyakorlatsort, amit végre lehet hajtani, illetve hát Zoli bácsi is egy nagyon jó videóval jelentkezett. Orsi néni és Gábor bácsi is hamarosan jelentkezik, majd fölteszünk róluk is videót, illetve hát én arra gondoltam, hogy azért most kéne csinálni egy bejelentkezést, hogy az oldalt hogy használjátok. Ja, arra figyelnetek kell, hogy nem mindent akarjatok, próbáljátok meg választani, majd fogunk nektek segíteni. Most egyelőre ott tartunk, hogy a videókat töltjük föl, és aztán megpróbálunk olyan dokumentumokat is, vagy olyan leírásokat is feltölteni, hogy mit érdemes, hogy érdemes csinálni. Nem véletlen az, hogy ugye edzéseken is mindig elmagyarázzuk, pontosan elmondjuk, hogy ha végzünk egy gyakorlatot, akkor mire kell figyelni, hányszor kell megcsinálni, tehát ezeket igyekszünk majd nektek igyekszünk veletek ismertetni. Nem véletlen az, hogy vannak olyan videók, ahol ugye sok magyarázat van, hallgassátok végig, meg tudjátok tanulni azokat a gyakorlatokat, és szerintem vagytok olyan felkészültek, sőt biztos vagyok benne, hogy vagytok olyan felkészültek, hogy ezt önállóan is végrehajtsátok. Ugye a kosárlabda nem csak magából a labdás részből áll, ezért figyeljetek arra is, hogy az erősítések és a mobilizációs feladatokat is csináljátok, hajtsátok végre. A mai nap például én rögzítek egy olyan videót, találtunk itt egy olyan helyiséget, ami hasonlít egy nappalira, és megfelelő fertőtlenítés után felvettünk egy kis gyakorlatsort, aminek segítségével például ti akár egy negyedórás, félórás mozgást végre tudtok hajtani, még a szüleiteket is belevonhatjátok. Sőt, vannak olyan gyakorlatok, amit esetleg ha valakinek van testvére, akkor annak segítségét kérheti, vagy ugye természetesen a szüleitek biztos, hogy segítenek nektek. Még mielőtt valaki erre várna, nem én fogom bemutatni a gyakorlatokat, hanem az én 2.0-ás verzióm, majd meglátjátok. Lesz benne ebben a gyakorlatsorban ilyen szemkész koordinációs feladat, amit majd később tovább fogunk fejleszteni, és más videóban is meg fog jelenni, illetve lesz egy-két olyan erősítő feladat, amiben labdát is tudtok használni. Az eszközökről annyit, hogy ugye a honlapon láthatjátok, hogy milyen eszközt érdemes beszerezni, de lehet helyettesíteni is. Tehát vannak olyan gyakorlatok, ahol a háztartásban megtalálható eszközökkel is tudtok majd dolgozni, gyakorolni. Próbáljátok meg felhasználni a kreativitásokat. Köszönöm eddig a videókat, amit küldtetek. Nagyon szeretném, hogyha még küldenétek többet. Egyrészt azért, mert láthatnánk, hogy azért ti is otthon azért próbáljátok a kosaras mozgásokat, meg azokat a gyakorlatokat végrehajtani, amit küldünk nektek, illetve szeretnénk tudni, hogy mi van veletek, mert ugye azért nem mindenkivel vagyunk napi kapcsolatban, mert nem levelezünk állandóan, meg telefonálgatunk. Próbáljátok meg már küldeni magatokról videót, hogy éppen a mindennapjaitok hogy folyik. Szeretnénk közzétenni, és akkor legalább egymással is tudjuk, hogy mi újság a másikkal. Továbbra is kérem, hogy amennyire lehet maradjatok otthon, maradjatok szűk családi körben, de ugyanakkor próbáljátok kimozdulni is a kertbe, udvarba, ahogy valaki panelban lakik, vagy olyan társasházban, vagy emeletes házban, akkor azért sétáljon egy kicsit, hogy ne az legyen, hogy nem megyünk ki a levegőre. Mindenképpen kerüljétek a tömeget, ez nagyon fontos. Nálunk a nappaliban, mi ugye nem kertes házban lakunk, a nappaliban pingpongozunk, újra Reneszánszát éli a Xbox 360 Kinect, lehoztuk a padlásra és beüzemeltük, úgyhogy megy a táncikálás, próbálom minél többet mozogni. A helyzet az, hogy ti sportolók is vagytok, és ugye a sportolóknak a mozgásigénye az jóval nagyobb, mint az úgymond hétköznapi embereké, úgyhogy ezt próbáljátok meg
megfogadni ezt a tanácsomat, hogy mozogjatok, és ha már mozogtok, akkor próbáljátok tudatosan mozogni, ebben segítünk nektek a különböző gyakorlatainkkal. Hamarosan egyre több edző fog nekem videókat küldeni, róluk is akkor legalább látjátok, hogy jól vannak, rendben vannak, üzenni is fognak nektek, úgyhogy figyeljétek a weboldalt, a Facebookra is majd egyesével toljuk fel ezeket a kis videókat, úgyhogy vigyázzatok magatokra, vigyázzatok szüleitekre, nagyszüleitekre különösenképpen. Nagyon remélem, hogy hamarosan véget ér, de még azért még lesz egy-két hét, amikor még ezt kell csinálni. Úgyhogy javaslom, csatlakozzatok, testvéreitekkel, szüleitekkel próbáljátok meg mozogni, és innen a távolból puszilak titeket. Remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!